Tehát mit éreztünk, amikor kimondták a nevünket, hogy most tényleg így a 8 hét után, hát igazából ezt a sok-sok jó pillanatot éreztük szerintem magunkon, ezt a sok-sok belejtéket éreztük magunkat, amit tényleg a felkészülések során, igazából így, ilyenkor így minden így zúdul az ember fejében, hogy úristen, ez is volt, az is volt, de jó, úristen, annyi mindenkinek kell hálásnak lenni, tényleg lesz volt ez az egész, és ennél jobban mindegyződhetett volna. És melyik volt a kedvenc produkció? Ez az egyértelműen a tangó volt. Az volt, és ezt most be is mutathattátok már másodjára. Nagyon is szerettük volna. Ez igazából a legeslegfőbb célunk a döntőben az volt, hogy ezt eltáncolhassuk, mert ha nem jutunk tovább az első két tánc után, akkor nem táncolhattuk volna el, de így ez teljesen megkoronázta ezt az egészet, és ott tánc közben, meg a végén olyan érzéseket, katarzist éltem meg én például, nekem el is tört a mécses egy kicsit, mert nagyon-nagyon szerettem volna eltáncolni a táncot jól.